Folytatjuk a Mokkát, 5 próba rendezvény sorozattal szeretné népszerűsíteni a mozgást a Magyar Olimpiai Bizottság. Immár a közel 40 éve a nyári olimpiák előtt megrendezett eseményen egy pillanatra talán mi is az olimpián érezhetjük magunkat. Vendégeim dr. Szélpár Tamás, az esemény projektvezetője, Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai igazgatója, olimpiai világ és Európa bajnok öttusázó, és Tóth Krisztián, olimpikon válogatott judós. Jó reggelt kívánok az uraknak! Jó reggelt kívánok! Hogy állunk élsportolók tekintetében a világ viszonylatban, mondjuk így? Hát ezt ketté lehet bontani, ezt a kérdést, mert darabra, vagy létszámra, bocsánat, nem állunk olyan nagyon fényesen. Köszönhető sajnos egy olyan 20-30 évnek, amikor kicsit mostohában volt kezelve a magyar sport, magyar élsport, de ezzel együtt talán még a szabadidősport is. És hát elég komoly korosztályok estek ki, akik most már felnőttek kéne lenni, illetve létszámban sokkal többen kellene, hogy legyenek. De, ami nagyon igen, fontos... Igen, de itt üzte Európa, világ, olimpiai bajnok vagy. Igen. Ez azért nem feltétlen csak pénzkérdés, nem? Ez szakmaiság, nagyon sok összetevője van ennek. Vagy megváltozott a világ, és most már pénz is... Ez így van, illetve hát a lehetőségek nagyban kinyíltak, tehát sok-sok gyereknek lehetősége lett mással is foglalkozni, illetve hát azért a lehetőségek megzáródtak a sport területén, tehát mondjuk a sportpályák minősége, a szakemberek létszáma, ugye ez mind romlott, illetve kevesebb lett, ami ugye azt eredményezi, hogy jóval kevesebb gyerek kezdi el a sportot, az élsportot aztán, és ebből kifolyólag kevesebb a felnőtt létszám. De mondjuk az eredményességünkön, hála Istennek, eddig nem látszott, bízunk benne, hogy Rióban is hasonló lesz. Krisztián, te azért már egy más generáció vagy, mint Laci. Te amikor elkezdted, neked már megvoltak a lehetőségeid arra, hogy élsportoló lehess? Én úgy gondolom, hogy igen. Voltak nyilván nehézségek, mindig vannak kisebb nehézségek, de szerintem ezeket elég jól ki tudjuk küszöbölni. Nagyon sokat segít most már a MOB is nekünk, ugye azért a klub szinten is nagyon sok támogatást tudtunk kapni, és úgy gondolom, hogy aki most elkezdi a sportot és élsportoló szeretne lenni a közeljövőben, vagy esetleg kicsit később, azoknak megvan az a lehetőség arra, hogy mindent ki tudjon magából hozni. Ugye más jellegű lettek a kihívások is, ugye most már azért teljes orvosi tím kell, hogy álljon egy sportoló mögött, egy tényleg olyan egyesület, vagy akár a MOB, tehát rengeteg pénzt igényel a felkészülés, óriási lett a konkurencia is, tehát nem úgy van, mint régen, tehát ma már sokkal több országban sportolnak, sokkal több lehetőség van, ezáltal nehezebb is jó eredményt elérni, nem? Valószínűleg igen, hát nem tudom megmondani, hogy ezelőtt milyen volt, ugye, mert akkor én még nem voltam ilyen sportoló, de hogy a saját tapasztalataimból kiindulva azért én azt érzem, hogy jönnek olyan afrikai országokból, dél-amerikai országokból, akik eddig ugye nem voltak, vagy akik eddig hát kvázi nevettek az európai, vagy a nyugat-európai emberek, és most azért eléggé nagy fejtörést okoz számunkra. Indult viszont egy új projekt, ami azért félig meddig új, mert azért 40 éve, csak viszont ebben az esztendőben ugye olimpiai éve van, megyünk Rióba, reméljük, hogy sok érmünk lesz. Mi volt a célotok ezzel az új projekttel? Igen, tehát tudni kell a programról, amit te is beharangoztál, hogy 40 éve, tehát majdnem 40 éve, 37 éve a moszkvai olimpia előtt, 2 évvel, 1978-ban indult útjára ez az olimpiai 5 próba sorozat. Igen, bocsáss meg, csak amiatt új, mert csak 4 évente van. Tehát... Igen, voltak holt idők egyébként, amikor abszolút nem volt, és tavaly a Magyar Olimpiai Bizottság, tavaly júliusban, tehát nyáron újra létrehozta ezt a programot. A tavaly évben 4 esemény is lezajlott, az utolsó Margit szigeten, nagyon szép sikerrel, hiszen 3000-en mozogtak a fagyokban télen, tehát december 31-éről van szó, szerintem ez igen szép eredmény, hogy annyi embert ki tudtunk mozdítani a 4 fal közül. Főleg szilveszter napján másra készülnek, igen, az emberek. Igen, igen. Megalapozták az esti bulit egy legyen, kicsit. Legyen mit megünnepelni. Így van. És az idei esztendőben, tehát 2016-ban folytatódik ez a tavaly nyáron elkezdett sorozat, amelynek célja, és itt most Lacinak a szavaihoz csatolnék vissza, hogy ő is említette, hogy manapság egyre nehezebb kimozdítani az embereket, a gyerekeket, nagyon sok lehetőségük van, illetve nagyon sok lehetőség van, ami elviszi a figyelmüket a mozgás, a sport irányából, és ez a program, az 5 próba Rióba sorozat, ez erre hivatott, illetve erre jött létre. Az idei esztendőben 5 kiemelt eseményünk van, hogyha már egy kicsit így felvezethetem az idei menüsort. Jövő hét szombaton, tehát május 21-én Győrben
kezdünk, és utána 3-4 hetente lesznek a különböző események. Orfű, Tiszafüred, Révfülöp, egyébként ott a Balaton átúszással lesz egybekötve az esemény, szerintem egy nagyon jó kis program lesz, egy kétnapos hétvége, egy családi programnak is beillik akár, és a legvégén záró akkordként Budapesten valószínűleg, hogy a Margit szigeten lesz ismét a decemberihez hasonlóan a nyári nagy durranás. És a program sorozat célja pedig egyértelműen az, hogy az embereket kimozdítsuk. Mozogjanak, sportoljanak, érezzék azt, hogy a sportnak milyen életminőségjavító hatásai vannak. Mindezt nagyon-nagyon csekély nevezés, illetve különböző díjakért, nevezési díjakért cserébe. 5 klasszikus sportágban tudják megméretni magukat az emberek. Hangsúlyozom, hogy ez nem verseny. Tehát itt gyakorlatilag... Tehát ez a mozgásról szól, a mozgásról, hogy érezd jól magad, ne tespedj a... Sőt, arról szól, hogy ugye most már remélhetőleg várják az emberek, bár egy-két olimpia előtt ez kimaradt, de arra lehet buzdítani az embereket az olimpia felhangján, hogy kezdjünk el mozogni, igenis, ebben elég rosszul állunk. Tehát a szabadidősport is ugye egy kicsit mobos, kicsit nagyon is mobos feladat, és ugye úgy gondoljuk, hogy az élsport, szabadidősport mindenféleképpen kapcsolódnia kell egymáshoz. És ezért legyen meg az a lendület, hogy most kezdjünk el egy kicsit úszni, egy kicsit futni, bicajozni, és tartsuk meg, hosszú távon tartsuk meg. Jön majd megint olimpia, de ha lehet, akkor ott már még felkészültebbek legyünk, és ez csak mindannyiunknak jót tesz. És ez azt jelenti, hogy akár olimpikonokkal is találkozhatnak a résztvevők, találkozhatnak, hiszen tehát nyilván igen, minden helyszínre igen, próbáltok szervezni neves sportolókat, hogy általuk is egyfajta extra motivációt kaphassanak ez az emberek? Hozzáteszem, hogy most nyilván olimpiai éve van, és nyáron van az olimpia, tehát felkészülési időszak van az összes élsportolónknak. Nagyon nehéz most a versenynaptárban olyan időpontot hétvégét találni, amikor ráérnek az olimpikonjaink, de azon vagyunk, hogy minden eseményen egy-egy nagyobb név képviseltesse magát. Hát magát értetődik, tehát legyen az a húzó erő meg, hogy ott egy húsvér ember, aki nem csak éppen fölállt a fotelből és bicajozik egy kicsit ezen az eseményen, hanem ilyen messzire. Igen, és Krisztiánra nézve magamra, hát sírva tudnék fagadni, hogy nézek ide. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és sok sikert kívánok ez a projekthez. Köszönjük szépen.